ereje és hatása az ország lakók akaratától, döntésétől függ, ezért a korona ereje és hatása az ő jóváhagyásukban rejt. Mit mond ezzel ki a Magyar Arcsagyűlés 1440-ben László koronázása volt? Nagyon egyszerű, kérem. A népszerség elvét. És érdekes módon ez a világon először történik meg, és először találkozunk ezzel a jelenséggel. Félrejtes elség, a népszerség elvében ne tessenek arra gondolni, hogy mint amit, ahogy ma értelmezik a népszerség elvét, nem erről a népszerségről van szó, hanem itt pontosan arról van szó, hogy a társadalomnak az az erőteljes vezető középrétege az, amely a hatalom forrása. De rendkívül érdekes dolog, hogy később, amikor a Szent Tomlával kapcsolatos jobb bölcseleket egységes rendszerre gyakorlatilag tanná alakítva leírja Verbőci, akkor Verbőci még mellé tesz valamit, mégpedig azt, hogy mivel az ország lakossága, az ország lakó, a nemesítés jogát a koronára ugrázták, és itt ennél mondatnál maradjunk, Zétényi Zoltán annak idején sok vitát volt, hogy mit jelent ez, hogy a Verbőcinek ez a megfogalmazása, hogy a koronára ugrázták. Ez gyakorlatilag a szerződéses állameszme, állambölcselek megjelenítését is jelenti. Ugye szokás arról beszélni, hogy a Magyar Szent Korona eszme az úgynevezett organikus, a test, az emberi test felépítésére hasonló államot fogalmaz meg. Nem kérem, Verbőci nem ezt írta. Míg akkor is, hogyha az uralkodóról azt kérja, hogy Kaputrejni koroné, persze, hát a korona feje, ő az uralkodó, de a fej test nélkül semmi tennél, nem működik, tehát a korona testébe pedig beletartozik, a korona tagjaiba és a korona testébe pedig beletartoznak az országlakók is. Valójában tehát, ahogy később Deák Ferenc, ő ugyan nem sokat foglalkozott a Szent Koronával, de egy helyütt a pragmatika szankció kapcsán leírja, valójában magát Magyarországot, magát magyar államot jelenti. Miért van szükség erre a koronára? Hát azért, hogy ne alakulhasson ki. És miért van szükség erre a felfogásra? Hát azért, hogy ne alakulhasson ki egyfajta abszolút hatalomgyakorlás az országban. Ne kezelje az országot egyetlen kívülről jött uralkodó sem saját hűbérbirtokának, saját birtokának, nem véletlen, hogy a Beneficium intézményen állunk, ez a haszonélvezeti intézmény, ez nálunk nem is alakulhat ki a történelem folyamán, miközben tőlünk nyugatra ez egy rendszeres intézmény formálódik. És ez a korlátozás gyakorlatilag az önkény korlátozása. Eljutottunk oda, hogy tulajdonképpen egész modern és ma is alkalmazható államelmélet, állambölcselet alakul ki évszázadok folyamán, amely Verbőci tanításában már meg is jelenik. Csak értünk el azt a szöveget olvasni. Sajnos a török hódoltság után ez a szerepe a koronának erősen korlátozódik. És lehet, hogy most sokan nem fogják szeretni, én azt mondom, hogy köszönhető a Habsburgoknak. Az első Habsburg magyar trónon Albert. Hogy kerül hatalomra? Hogy kerül az uralkodói székbe? Házasság évén. Na de ezt a magyar jó nem ismerte. Hát nálunk a fiági öröklés tulajdonképpen
teljesen következetesen nem érvényesülnek a trombetöltésnél a szokásos szabályok, de hát elsősorban öröklés, a szeniorátus elve, ezek a tények, azok, ezek a dolgok azok, amelyek meghatározzák a trónra jutás feltételeit. Az első, aki csak házasság révén kerül a magyar trónra, innen származható a osztrák barátaink, sógorok híres mondása a Bella Gerantani, Vittu Felix Ausztria Mube, mások is helyét a háborút, te dicsőséges Ausztria házasodj. Hát, ő már eleve szabálytalanul kerül az uralkodói székbe. Nézzük ki a következő. Ugye 5. László, utószülött László. Hát utószülött László gyakorlatilag később megkoronázzák, amikor már trónra kerül, de gyermekkorában, amikor megkoronázzák, hát nincs mellé országgyűlési döntés, nincs mellé korona van, mert a koronát ellopják, de nincsenek meg azok a feltételek, amelyek elismert jogszerű uralkodóvá, legitim uralkodóvá tennék 5. Lászlót. A következő hadzugrónk első Ferdinánd. Ferdinánd hogy kerül trónra? Egy puccsal. Hát az országgyűlés Szapolyai Jánost választja uralkodóvá. Az igaz, hogy a nádor nincs ott, azon az országgyűlésen, hanem a nádor egy szűkebb körben 11 néhány főnemes között országgyűlési kiáltja ki az ő összejövetlüket, és ők választják meg első Ferdinándot. Hát ez természetesen nem szabályos. Magyarországon soha nem volt elvben törvényi ereje annak, az elvnek, amit úgy neveznek, hogy a prima vox elve, az első szavazat elve. A szakolyaiknak ez azt jelenti, hogy hát az első szavazatot, ez főleg a német nyelvterületen alakult ki, inkább az első szavazatot a nádornak kell leadni, és akkor a többi szavazó gyakorlatilag utólag ugyanolyan szavazattal csatlakozik hozzá. Szapolyait azért tekintik törvénytelennek a sztrák részről, mert a nádor nem adta le a prima voxot, az első szavazatot. Hát nálunk ez ilyen törvény nem volt. Úgyhogy ez egy fals érvelés. Sajnos itt egy kicsit rontja a helyzetet, hogy Mátyás öröklési szerződést kötött a Habsburgokkal, és ez sem uralkodói jogcím nálunk Magyarországon, ez sem uralkodói jogcím, de mégis egy megköttetett szerződés, amelyet tartani kellett volna. Mátyás ugyan igyekezett kifarolni ebből a megállapodásból, de nem sikerült neki. No kérem szépen, én azt hiszem, hogy ilyen érdekességek után csak első Lipót az, akinek végül sikerül ezt a időről időre törvénytelenül hatalomra kerülő Habsburg trombitorlást, én merem trombitorlásnak nevezni, meggátolni az 1687-es országgyűlésen, amikor a töröktől van felszabadulás után az országgyűlés végül is beadja a derekát, elismeri Lipótot és örököseit Magyarország uralkodójának, viszont nem adta ingyen magát. Lipót kénytelen feladni az önkényuralmi terveit, ő ugyanis hadizsákmánynak tekintette volna Magyarországot, az ország területét, de ezt Lipót kénytelen feladni, és végül is Lipót
és az országgyűlés között egyfajta megállapodás jön létre, amely először legitimálja törvényesen a uralkodóházat. Ez a Habsburg uralkodóház aztán nem tudja már megkerülni azokat a kötöttségeket, amelyek korlátozzák a korona részéről őt a uralkodásba. Próbálják, de többnyire nem sikerül. Végül látjuk a nagyhatalmú Mária Terézia is kénytelen könyörögni az országgyűlésnek. Az kérdés, azt nem tudjuk biztosan, hogy valóban Karján ülő gyermekével ment-e oda, és ott sajnáltatta magát, mint a cigányasszonyok a bíróságon manapság. De végül is kétségtelen tény, hogy ő neki kellett könyörögnie a Magyarországgyűléshez azért, hogy az országgyűlés kimondja Vita Benza et Sanguinem életünket és vérünket, de szabott azt nem. Tehát még őnek is sikerül megtörni ezt, második József meg sem koronáztatja magát, ezért például a Corpus Juris Hungarisében második József rendeletei nem is szerepelhetnek, nem csak azért nem visszamondta, eleve nem szerepelhetnek, nem megkoronázott király, királyai sorában második József nem uralkodó. A koronánknak, és most fogok majd még kemény dolgokat mondani, mert ugye láttuk, hogy a maga a korona, mint hatalmi jelkép, maga a struktúra, amit kialakítunk, az igazgatási, kormányzási struktúra végül is a vérszerződésre vezethető vissza, tehát amelyik a keleti népekre jellemző, tehát ezek mind keleti elemek a magyar szent korona eszmében. De végül is a szent korona eszme tökéletes érvény, teljes érvényesülése az sajnos 1919-ben, bocsánat, 18-ban lezárul. Ekkor megtörténik ugyanis az, és lehet, hogy nem mindenki ért vele egyet, egy Habsburg gyakorlatilag megszegi a koronázási esküjét. Nem hajlandó ellátni a feladatát. Megtagadja a nagy bajban lévő országban azt a uralkodói feladatot, amit neki el kéne látnia. Visszavonul az uralkodói jogok gyakorlásától. Egyszerűen megtagadja azokat. Na most lehet negyedik Károlyról beszélni úgy, hogy egy nagyon szent életű, kegyes lelkű, nagyon bölcs ember volt. Lehet őt boldoggá avatni, én azonban úgy tartom, hogy Magyarországgal szemben súlyos bűnt követett el. Súlyos bűnt követett el. Magára hagyta ezt az országot, a jóváhagyásával kapta meg. Negyedik Károly jóváhagyásával kapta meg. A Nádorat talált ugyan, de az ő jóváhagyásával kapta meg ez az áruló, szerencsétlen, tehetségtelen Károlyi a hatalmat, aki ezt arra használta, hogy az esküjét már másnap megszegje, felmentését kéri esküje alól. Ugyan kérem, egy nap után. És gyakorlatilag tragédiába veszeti az országot. Ha nincs Károlyi, akkor talán még mindig jobban jövünk ki a vesztett háborúból, akkor is vesztettünk volna a területet. De ha legalább annyi fáradtságot vesz, hogy Páduával elküldi a magyar követeket, az akkori fegyverszüneti vonal mellett
Még az ország mindig nagyobb területet birtokol. A Bács-Kabánák még a Magyarországhoz tartoznak. A Felvidék egy része még Magyarországhoz tartoznak. Azt szeretném még hozzátenni, hogy bár nagy tisztelettel viseltetik mindenki a korona iránt, és nyilván leginkább a Szent Korona Társaság tagjai, hiszen azért hozták létre ezt a társaságot, de azért rengeteg megkucolás érte a koronát napjainkban is. Tessék gondolni az esztergomi hajóútra. Én ott voltam, részt vettem az esztergomi bazilikában azon a szertartáson, amelyen Paskai László íboros felajánlotta a koronát ismét a szűzanyának. Tessék mondani, hogy jön az esztergomi érsek ahhoz, hogy a magyar királyi koronát bárkinek felajánlja? Hogy teheti ezt egy olyan rituálé keretében, ahol a lába alatt hever a korona, és ő fölötte prédikál, és fölötte tartja a felajánlást. Fölötte állván, egy magasabb pódiumon. Így megalázni a Szent Koronát kevesen alázták meg. Talán csak mostanság, amikor egy bolond polgármester kitalálta, bizonyos Orosz Mihály Zoltán nevű, hogy már pedig az ő önkormányzata az a Szent Korona nevében hozza meg a határozatait. Ugyankinek a Szent Korona nevében a király és az országgyűlés együtt, hogy az arra rendelt bíróság ítéletét meghozva dönthet. A Szent Korona nevében senki más semmiféle nyilatkozatot nem tett. Jobban kellene ezekre a dolgokra figyelnünk, erőteljesebbnek kellene lenni a Szent Korona Szövetség hangjának is, ilyen esetekben is, és egyet nem szabad soha figyelmen kívül hagyni. Az az eszmeiség, az az állambölcselet, az bizony, nevezzük akár köztársaságnak, akár politeiának, inkább politeiának nevezném, mert az a cenzus kifejezője, ugyanis álljunk már még a menet, tehát egy politikai döntőszvandatalhoz legalább valami műveltségre szükség van. Nem hiszem, hogy nép döntése lehetne, nem is lenne lehetőség akkor arra, hogy mit tudom én, 5 kiló krumplér szavazatot lehessen vásárolni. De az az értékrendszer, az az államszervezeti modell, amely a Szent Koronához kapcsolható, az kérem szépen akár köztársasági viszonyok között is érvényesíthető. Nem veszett el, itt van, koronánkat is őrizzük, méltó helyen, én azt nagyon méltó helynek tartom, hogy a parlament kupola termében legyen. Lehetne a várban is, ez ki hogy gondolja, de én azt mondom, hogy inkább a törvényhozás fölött gyakoroljon felügyeletet, mert hiszen a dolgok ott dőlnek el alapvetően. Hát köszönöm szépen a figyelmüket, én röviden ennyit.